Tanulmányaikban egy természet feletti erő működését feltételezik, amely a világegyetem rendezettségét biztosítja. Néhány évszázadon keresztül úgy tűnt, hogy a tudomány mindent képes elmagyarázni anélkül, hogy közben számolna egy természet feletti, legfelső lény létezésével. A materialista világnézete reményét már nem csak teológusok, filozófusok kérdőjelezik meg, de a természettudomány újabb kutatásai is. Az a komplexitás, az az összetettség és rendezettség, amit az élő szervezetek mutatnak, arra utal, hogy valamiféle mögöttes intelligenciának kell állni a világ hátterében. A Tudomány felfedezi Istent című kötetben mások mellett fizikus, biológus, vegyészmérnök tanulmányait olvashatjuk. A könyvbeli írások egyetlen gondolatot sem állítanak kizárólagosan, minden olvasó maga alakíthatja ki véleményét a tények ismerete alapján. A világegyetem és benne az élőlények százszorosan, ezerszeresen összetettebbek, mint az ember alkotta gépek, így feltételezhetjük, hogy az az intelligencia, amely ezeket létrehozta, jóval magasabb rendű, mint az emberi intelligencia. Az evolúció elmélet új riválisa, az intelligens tervezés, hirdeti a könyv, és arra invitál, hogy az univerzum törvényeinek finom összehangoltsága, az élő és élettelen világ elképesztő összetettsége és rendezettsége nyomán minden gondolkodó ember újraértékelje világképét. Nem kizárva annak lehetőségét, amit a könyv címe is mond, a tudomány felfedezi Istent.